Megvan az első győzelem a bajnokságban, amihez gratulálunk, bár a vége egy picit izgalmas lett. Hogyan értékelnéd a mérkőzést? Pont ugyanígy érzem én is, hogy nagyon örülök az első győzelemnek, de nagyon nehéz mérkőzés volt, erre is számítottam. Tulajdonképpen érdekes, hogy a négy mérkőzésünkből nem játszottunk most a legjobban. Második fél idővel abszolút nem vagyok elégedett, bár 2-0-nál azért a Luki kilépett, és ott lezárhatta volna a találkozót, de nem kértem a fiúkat, hogy álljanak ennyire vissza. Ez nem nagyon tetszett nekem. Nyilván, hogy bennük volt az, hogy szeretnék ezt a találkozót megnyerni, és tulajdonképpen nagy területet adtunk a Győrnek, és ők azért vannak annyira jó futballisták, hogy ezt jó kihasználták, több helyzetük is volt, de nagyon jó védett a Kersi, meg azért nagyon lelkesen játszottunk. Az átmeneteinkben viszont nagyon komoly veszélyek voltak, de még egyszer mondom, leginkább a győzelemnek tudok örülni. De azért Niki Cser Tamás minden dicséretet megérdemel. Természetesen NB1-ben valaki két gólt szerez, és ez nem is akármilyen gólok voltak, akkor annak örülünk, hogyha jó teljesítmény nyújt. Tomiba benne van ez a plusz is. Nagyon örülök, hogy most már gólokat is szerez. Ismét elég sok helyzete volt a Győrnek. Mezőnyfölényben játszott, szépíteni tudott, igaz? De hát pontot nem tudott szerezni. Hogyan láttad ezt a találkozót? Nem is tudom, mit mondjak. Hát nagyon-nagyon naív. Nagyon-nagyon naívan tudunk játszani. Egyszerűen olyan gólokat kapunk, ami nem is helyzet. Amúgy igazán helyzet nélkül adunk az ellenfélnek két gólt, aztán futunk az eredmény után. Ez történt az MTK ellen is, most is ez történt. Mondjuk MTK ellen egy picit pekesebb volt, de ez a mai két gól, ez... Az MTK meccs mellett azért fel lehet hozni például a Debrecen elleni mérkőzést, amikor 18 lövésetek volt és egy sem ment be. Hát valószínűleg nincs olyan minőség, hogy tudjunk gólt rúgni. A helyzet kihasználása van továbbra is a legnagyobb baj, pláne úgy, hogy bumba nincs. Hát nem csak az is, nem csak a helyzet kihasználás, de hát minden meccsen kapunk két gólt, és olyan tényleg helyzetek nélkül kapunk gólt, úgyhogy oké, hogyha azt mondom, hogy ha egyedül ráviszi a kapusra és belői, akkor oké, de hogy a saját szögletünk után ugyanazt a szituációt eljátszunk mi az MTK ellen, hogy hagyjuk őket befutni a mi kapunkba, és abból kaptunk gólt, és követjük őt 50 méteren, nem, hogy egy taktikai fault csinálnánk, amit ugyanazt megcsinált a Kecskemét 3 perccel ezelőtt, kétszer rúgták Verát, meg még nem tudom a másik játékost, mi ugyanazt megcsináljuk, beengedjük begyalogolni őket a kapba, aztán 2-0 pont be a szünetbe, és futunk az eredmény után. Naivak vagyunk nagyon. Ez volt a Győr negyedik veresége az NB1-ben. Hogyan látod a jövőt a klubnál? Figyelj, egyetlen egy kívánságom van, hogy a Győr kezdje el gyűjteni a pontokat, és maradjon bent az NB1-ben. És az, hogy én leszek, vagy Mourinho, vagy Guardiola, vagy bármilyen más magyar kolléga, az nem érdekel. Egy kívánságom az, hogy a Győr gyűjtse a pontokat, és maradjon be ezen benne.